Amúgy a hajam, mert bocsánat, de amúgy frissen van most, vagy csak ilyenkor ilyen... Mindegy, engedjük el. Sziasztok, Matilda vagyok, és a mai videó a Goodreads Reading Challenge összegző videóm lesz. Ezt a videót ugye minden évben meg szoktam csinálni, amikor az adott évre kitűzött célomat Goodreads-en teljesítem. Idén 45 könyvet szerettem volna minimum elolvasni, és hát annyira sokat sikerült olvasnom ebben az első 4 hónapban, hogy teljesítettem is a 45 könyvet, amit kitűztem magamnak célul. Tavaly ezt valamikor októberben, ugyanennyi könyvet októberre olvastam. Úgyhogy úgy néz ki, hogy lehet, hogy akár még a 100 könyv is meg lesz idén, ami nagy wow lesz, mert az nagyon-nagyon sok könyv. Nyilvánvalóan ez azért is történhetett meg, hogy ilyen sok könyvet olvastam ilyen gyorsan, hogy nagyon sok rövid könyvet olvastam. Nyilván, hogy nagyobb a könyvszám, hogyha rövidebbek a könyvek. Lényeg a lényeg, hogy ugye ebben a videóban azt szoktam, hogy végigmegyek csillagonként a könyvekem, illetőleg ugye Goodreads-en egész csillagok vannak, és elmondom, hogy melyik könyvek voltak ebben az első 45-ből azok, amik 1, 2, 3, 4 és 5 csillagot kaptak. A legtöbb csillagozásnál egyébként úgy néz ki, hogy molyan több az értékük, mert hogy ugye felet adtam nekik, de ezeket általában lefele kerekítettem végül Goodreads-hez. És nagyon sok olyan könyv van, amit nem fogok tudni felmutatni a videóban most, úgyhogy majd be fogom vágni őket nyilvánvalóan, ami rohadt sok meló lesz, de nem baj, így jártam, hogy ennyi könyvet olvastam e-könyvben, illetőleg hangos könyvben. De még gyorsan annyi, hogy mire ez a videó kimegy, valószínűleg már május lesz. Sőt, lehet, hogy már június. Most, ahogy be vannak osztva a heti egy videók, de április... Tehát a januári, februári, március és áprilisi olvasmányaim tették ki ezt a 45 könyvet. Tehát 4 hónap alatt 45 könyvet elolvastam, ami nagyon sok nekem az én átlagomhoz képest. Első kategóriánk az az egy csillagos könyvek. Ebből szerencsére csak egyetlen egy volt, bár az évem eddigi legnagyobb csalódása volt az a könyv. Ez pedig nem más volt, mint a Ready Player 2. Ami a Ready Player vannak ugye a második része. Hát ezt a könyvet nagyon nem szerettem, és sem. Majd a 2021 legrosszabb könyvei videóban. Majd akkor. Két csillagos könyvet egyelőre idén még nem olvastam, vagy hát nem volt olyan könyv, amit 2 csillagra értékeltem volna, úgyhogy ezt a kategóriát most átugorjuk, és jönnek a 3 csillagos könyvek. Ebből egészen sok van, ugye Goodreads-en a 3 csillag azt jelenti, hogy tetszett. A 4 csillaga nagyon tetszett, az 5 csillaga fantasztikus volt. Ezt mindig elmondom. 3 darabot tudok mutatni a 3 csillagosokból, úgyhogy kezdjük azokkal. Első Harlan Coben-től a Senki fia. Aztán itt van még Huszti Gergelytől a Mesteralvók viadala. Illetve Bellatrix Potter... Mindig Bellatrix-t akarok mondani. Bellatrix Potter-től a Nyúl Péter és barátai című kötet. És akkor néznem kell a... Goodreads-emet, hogy melyik volt a többi. 3 csillagra értékeltem még Libba Bray-től a The Diviners látókat. Most ugye olvasom a 39 kurt sorozatot, annak is majdnem minden részének 3 csillagot adtam. A második, harmadik, ötödik, hatodik és hetedik részének. Ez majdnem mindegyiknek 3 és felet jelent egyébként. Aztán itt a 3 csillagos kategóriában van még a... nem látom mi az. A The Giver, az Emlékek őre, az Operaház fantomja, és az utolsó könyv, ami még a 3 csillagos kategóriában van, az a Shadow and Bone, az az Árnyék és csont, az első része az Árnyék és csont trilógiának. Szokásos módon a szíven a legtöbb könyvnek 4 csillagot adtam most is, viszont a 4 csillagos könyvekből sokkal többet fogok tudni nektek mutogatni rendesen. Na nézzük! 4 csillagos könyv. Palágyi R. Lászlótól az Éjkapu, Hétvári Andreától, ugye, igen, a Pettyes Katicám gyermekversek 4 évszakra, Judith Taylortól a Semmi lány, ennek ugye az első része nagy kedvencem lett, de ez számomra egy kicsit gyengébb volt, Francis Hodgson, sose tudom kimondani ezt a második nevét, Burnett-től a Titkos kert, ebben ugye a nagyon szép kis kiadásomban, másik klasszikus, Jane Austen-től a Büszkeség és balit élet, itt van még Lucy Foley-tól a Vadász Parti, Noel Stevenson-tól a Nimona. 4 csillagot adtam Neil Gaiman-től a Coraline-nak, ami talán az egyik legjobb Neil Gaiman kötetem volt eddig a 3-ból, amit olvastam. 4 csillagos lett a Cinder, a Holdbéli Krónikák első része, egyébként már megvan a második, harmadik része is, úgyhogy
annak is neki kéne vágni. Négy csillagot adtam végül Smal Rózától a Nagy folyók haragja Aladdin könyvének, de mondom, itt a négy csillagosoknál egyébként van egy csomó négy és fél csillagos molyos értékelésben, négy és fél csillagos, csak ugye ellefele kerekítettem. És nagyon kevés egy csillagosom van idén eddig. Ami durva. Mondjuk ez lehet azért, mert kicsit szigorúbban adogatom már az öt csillagokat. Négy csillagot adtam a vezércselnek is. Van itt még egy Alkimista lányának különleges esetei. És itt van még három Spiderwick Krónika könyvem, ami a Spiderwick Krónika folytatása, tehát a második sorozat. Az első rész a Vízi tündérdala, a második rész a Behemót veszély, és a harmadik rész a Végső küzdelem. Ezeket tudtam mutogatni a négy csillagosok közül, és akkor nézzük, mi az, amit kihagytam. Jó, négy csillagot adtam Sütő Fannitól a Csudapest világvége. Igen, az volt a kötet címe. A Heartstopper képregények közül az első, illetve harmadik résznek adtam még négyet. Ide tartozik a The House on the, in the Cerulean Sea T.J. Klumtól, aminek a magyar címe az, hogy Ház az égszínkék tengernél, és lehet, mire ez a videó kimegy, már megjelent magyarul. A Fák titkos életének is végül Goodreads-en 4-et adtam. Az egyetlen 39 kulcs rész, aminek 4 csillagot adtam a mostani 39 kulcs maratonomból, az a negyedik rész volt. Illetőleg itt van még a Shadow and Bone trilógiának, mi az Árnyék és Csont trilógiának a második-harmadik része is, tehát az Ostrom és Vihar és a Pusztulás és Felemelkedés. Illetve az utolsó két négy csillagos könyv még ebben a felsorolásban az a The Jambies sorozat második része, a The Rise of the Jambies, és a harmadik része a The Jambie Gods Revenge. És akkor nézzük, hogy melyek voltak azok a maradék könyvek, amik 5 csillagot kaptak tőlem Goodreads-em. Amit tudok mutatni, egyébként tényleg nagyon kevésnek adtam 5 csillagot, ami meglepő, de igen, úgy voltam vele, hogy ha nem adtam neki kerek 5 csillagot, csak mondjuk 4 és felett, akkor inkább akkor a 4-es kategóriába sorolom őket Goodreads-em, mert az még mindig egy nagyon jó értékelés szó. Ez a 4 könyvecske itt bizony 5 csillagot kapott, ez pedig nem más, mint a Wings of Fire sorozat második, harmadik, negyedik és ötödik része. Ugye ezeket hangoskönyvben hallgattam, de azóta megszereztem őket, úgyhogy tudom mutogatni, és olyan szépek, gyönyörűek ezek a könyvek, imádom őket. Akkor a második rész ugye az volt a The Lost Heir, a harmadik rész az a The Hidden Kingdom, tényleg nézzétek, gyönyörűek ezek a borítók. A negyedik rész a The Dark Secret, és az ötödik rész a The Brightest Night. Ezen a négy könyvön kívül már csak 2 könyv maradt. Az egyik könyv nem más, mint David Attenborough-tól az Egy élet a bolygónkon. Erről mostanában nagyon sokat beszéltem, de még sokat is fogok, mert szerintem ez egy nagyon fontos könyv. És sok mindent megtanultam belőle, és a jövőképemet kicsit elkomorította. Van ilyen szó egyáltalán? Mindegy. Elég sötét jövőképem van most épp. Az utolsó könyv, aminek 5 csillagot adtam. Ja nem, rosszul mondtam, 3 könyvet hagytam még ki. Szóval a The Jambies sorozat első részének is 5 csillagot adtam, mert igazából nem találtam benne kifogásolni valót, úgyhogy megkapta az 5-öt. Bár nem ez a legerősebb 5 csillagos könyvem a felsorolásban. És akkor az utolsó könyv az, ami még megkapta az 5 csillagot, az a Heartstopper-nek a második része, a Heartstopper képregények második kötete. Azért igyekeztem ezt viszonylag gyorsan letudni. Ez volt akkor az a 45 könyv, amelyikkel teljesítettem az idei Goodreads Reading Challenge-emet. Úgy érzem, idén nagyon túl fogom teljesíteni, de nem baj, jó lesz ez így. Kommentben írjátok meg, hogy ti hány könyvet terveztetek be idénre, és hogy a tervezethez képest jelenleg hogy álltok, vagy ha esetleg nektek is van Goodreads Reading Challenge beállítva, akkor annak az értékeit írjátok meg kommentben. Köszönöm, hogy megnéztétek a videómat, hogyha tetszett, nyomjatok egy like gombot, és iratkozzatok fel a csatornára. Sziasztok, viszlát a következő alkalommal!